Nem ígérkezett könnyűnek a gödöllői Bikák számára az alapszakasz utolsó mérkőzése, hiszen a lista vezető Győri Rábaetó csapatát fogadták a Szent István Egyetem sportcsarnokában. Közel 6 percig tartotta magát a Baranyai Pál és Szente Tamás irányította gödöllő, ám a három spanyol idegen légióssal felálló Eto, Rodriguez Juan Ramon elegáns góljával vezetést szerzett. Többször is eljutottak gólhelyzetig a hazaiak, ám a félidő végére felülrölte erejüket a szinte folyamatos védekezés. Így 5 perc alatt 4-szer is betaláltak a vendégek, ezzel tekintélyes 5-0-ás vezetéssel mehettek a szünetre. A második félidőre sem tudott jobban felpörögni a Bikák csapata, a profi játékosokból álló bajnok aspiráns könnyedén növelte előnyét 8 gólosra. A becsület gólt a 38. percben büntetőből sikerült megszereznie Szimcsák Tamásnak. Ezzel a vereséggel a harmadik helyen végzett az alapszakaszban a gödöllő, és jó eséllyel száll harcba az ezüstéremért a rájátszásban. A meccs végén Szabados István beszélgetett a csapatok edzőivel, játékosával. Először is szeretnék gratulálni a mai győzelemhez, valamint ahhoz, hogy az alapszakaszt is az élen zárták. Hogyan értékeli a mai mérkőzést? A mai meccs első perceiben jól tartotta magát a gödöllő, de a 10. perc után kissé elfáradtak a hazaiak. Egy remek fiatal játékosokból álló csapat a gödöllő, és a tabellán csupán 3 ponttal vannak lemaradva a második Berettyó Újfalu mögött, ami ígéretes a rájátszás előtt. Az ön csapata az idei bajnokság torony magas esélyese. Mit gondol, van olyan együttes, amelyik utolérheti az Etót a bajnokságban? Azt hiszem, valóban az Eto a legesélyesebb idén a bajnoki címre. Jelenleg 13 pont az előnyünk a második helyezett Berettyó Újfalu előtt, így a rájátszásban hátralévő 10 mérkőzésből, ha 5-öt megnyerünk, mi vagyunk a bajnokok. Harnis Ákos áll itt a kameránk előtt, gratulálunk a mérkőzéshez és a gólodhoz, de azért Fábio ma többet lőtt, mint te. Így van, hát ezt hozzászokhatunk, ha megnézzük a góllövéslistát, tehát Fábio vezeti, úgy gondolom most meg is nyerte ezzel. Nagyon jó érzés volt ide visszatérni gödöllőre, hiszen játszottam itt 2 remek évet, úgy gondolom, hogy nagyon jól játszottunk. Az első pár perc kicsit nehezebb volt, aztán kicsit visszaesett a gödöllő, úgy gondolom, hogy fizikálisan azért föléig tudtunk nőni, és ezáltal lett ez a nagyobb különbség. Igen, tovább tartotta magát a csapat, mint Győrben, ahol az első 3 percben tulajdonképpen eldöntöttétek a mérkőzést. Torony magasan megnyertétek az alapszakaszt. Mi a csapat további programja? Most pihenünk 1-2 napot, és utána, ha jól tudom, játszunk az Aramisszal, ha minden igaz, utána pedig készülünk ugye a Magyar Kupára. Ugye Berettyóba sorsoltak össze az elődöntőbe, úgy gondolom, hogy annak a mérkőzésnek a győztese elég valószínű, hogy meg fogja nyerni a kupát, nem lebecsülve sem a Szombathelyet, sem a Szegedet, de úgy gondolom, hogy az lesz az előrehozott döntő. Az egyetlen csapat, aki ebben a szezonban le tudott győzni titeket, ráadásul hazai pályán. Milyen az összhang a magyar és a spanyol játékosok között? Nagyon jó megtaláljuk az összhangot, remek srácok. Az edzőnek igazából ez is volt az első kritériuma, hogy nem olyan játékosokat hozott ide, akik pengések és kilógnak a csapatból, hanem akik igazán beleillenek ebbe a közösségbe. Baranyai Pál a csapat egyik játékos edzője, ezúttal már a pályán segíthette a csapatát. Milyen volt ez a mérkőzés belülről? Belülről? Hát úgy néz ki, nem mi domináltunk, mint ahogy szoktunk általában a mérkőzéseken. Hát a Győr sajnos ennyivel jobb. Mi tudtuk ezt ugye. Nem lehet velük versenyezni szerintem a magyar mezőnyben, nem hiába profik, hát sajnos ez van, itt próbálunk dolgozni tovább, a második hely úgy érzem, hogy azért még meg lehet, de én azt mondom, hogy azért egyszer-egyszer meg tudtuk lepni a Győrt, és voltak jó dolgaink, ami én úgy gondolom, hogy pozitív. Abszolút, én úgy láttam, hogy tovább tudta magát ugye tartani a csapat, mint Győröt a számok alapján, a gólok perceinek alapján. Azt gondolom, nem úgy készültek, hogy ezt a mérkőzést megnyerik, hanem a bajnokság további szakaszára készülnek. Hogyan tovább, mi lesz a program ezután? Hát én úgy gondolom, hogy most ugye edzeni fogunk, mert ugye megyünk Szombathelyre, ha jól tudom, akkor Szombathelyre fogjuk kezdeni a rájátszást. Én úgy gondolom, hogy nekünk mindenféleképpen nyerni kell a többi mérkőzést. A Győr az nagy
lesz valami, majd kitalálunk ellenük majd valamit. Biztos, hogy teljesen más fogunk játszani Győrbe is, meg itthon is ellenük. Megpróbáljuk majd őket meglepni, mert igazából úgy gondolom, hogy a Győr nagyon-nagyon kimagaslik a magyar mezőnyből. Szerintem nem nagyon van esélye itt senkinek ellenük. Úgy gondolom, hogy a Berettyó Újfalut kellene elkapnunk. Készülnek-e esetleg valami külön taktikával ellenük? Hát nekem megvan a taktikám a Berettyőre, és úgy gondolom, hogy általában elég jó is, mert ugye 4 meccsből, amióta fönn vagyunk NB1-ben, 3-at megnyertünk ellenük, azt hiszem egyszer kaptunk ki. Én úgy gondolom, hogy a Berettyőnek mi most vagyunk, remélem, hogy marad tovább is, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy mindent be fogunk követni annak az érdekében, hogy Gödöllőn második helyet el tudjuk hozni a Gödöllőnek. Köszönöm szépen, és sok sikert a célok elérés érdekében. A következő mérkőzést március 4-én játsszák, akkor a 6. helyen álló Szombathelyi Haladás lesz az ellenfelük. Hazai összecsapást legközelebb március 18-án láthatunk a Gödöllői Egyetemi Sportcsarnokban, akkor a Szeged csapatát fogadják.